Hát köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel ismételten élőben innen Balatonalmádiból. Ahogy ígértem nektek, megmutatjuk a medencét. Vigyázz Ákos, el ne esít a mikrofon zsinórba, konkrétan, mert pont mögötted megy. Megtekerettünk. De megtekered, mögötted megyek el, jó? Jó, okay, mert hogy itt keresztül megyünk a kábelen, akkor szegény Ákos el ne essen, ami operatőr kollégánk. Szóval ez itt a Restart, ismételten élőben, tehát innen. Én a Vendi vagyok, és hát a szokásos elérhetőségeink rendelkezésre állnak ismételten. Nyugodtan lehet Skype-on keresztül bekapcsolódni hozzánk. Hát inkább azon, illetve a Facebookon is folyamatosan figyelem természetesen az eseményeket. És hát informatika ugye megint csak egy órán keresztül. Ha megengeditek, ismételten felveszem a szemüvegemet, mert ilyen később már úgy talán jobban látok, és bele is kezdünk a mai adásba. Híreinkkel fogjuk kezdeni, kérem szépen, méghozzá első hírünk az, hát ugye tegnap bemutatta a Google a két legújabb készülékét, ugye beszéltünk is róla, a Nexus 5-ösről, illetve az új 6-osról, tehát Nexus 5X, illetve 6P néven már debütált a két készülék, ám de nem esett szó arról, hogy mi mást mutattak ugye még be, arról már ugye tudunk, hogy megjelent az Android 6.0-es változata is, tehát gyakorlatilag ugye ezeket az új készülékeket már ezzel az operációs rendszerrel szerelik, de emellett még azért tudni érdemes, hogy bemutattak egy táblagép laptop keveréket is, méghozzá Pixel C néven, erről egy pár szóban azért beszéljünk, ahogy tavaly idén sem maradhatott el a cég tabletes bejelentése sem. Ezúttal azonban nem a Nexus széria bővült újabb táblával, a Google új készülékeket a saját Pixel márka név alá vonta be, a tervezés, gyártás, terjesztés, jótállás pedig nem egy gyártópartner feladata, hanem a Google házon belül, illetve saját szerződéses partnereivel végzi. A fémházas tablet ennek megfelelően a Chromebook Pixelből ismert szögletes industriális dizájn követi, akár csak a hozzá kapható mágnesesen csatlakoztatható billentyűzet, tehát egy kicsit ilyen Microsoft Surface kategória lett. Az új brand ugyanakkor senkit se tévesszem meg, egyébként a tableten nem a Chrome OS fut, ugye ahogy a korábbi Chromebookokon, hanem a Nexusokhoz hasonlóan Android 6.0-as operációs rendszerrel van szerelve. Ha minden igaz, akkor erről egy képet is tudok nektek mutatni. Nem tudom, hogy a kolléga be tudja keverni, mert most kicsit távol vagyunk egyébként a közvetítő egységtől, de ettől függetlenül látszik a számítógépem képe, tehát valahogy így néz ki, hogy látjátok egyébként a képernyőn az árakat is, hogy nagyjából mennyiért lehet majd hozzájutni ezekhez a készülékekhez. Hát ugye az Egyesült Államokban tartunk megint csak, úgyhogy itt Magyarországon, ha egyszer eljutni, ide ezek a készülékek, ugye a Chromebookokat sem nagyon hozták be ide, egy-két gyártó elkezdte gyártani, és ők értékesítettek Chromebookokat, illetve Chrome OS-sel szerelt operációs rendszerű számítógépeket. Kíváncsi vagyok, hogy ez a Google márkája, ugye ez a Pixel C vagy Pixel C, kinek hogy tetszik, mennyire érkezik majd be így a Magyarországra, mennyire lesz kereslet. Azért beszéljünk róla egy pár szót, hogy mit tud maga a készülék. 10,2 hüvelykes kijelzője van, tehát nagyjából egy A4-es lap nagyságú, illetve nem, annál egy picit, talán picit kisebb, viszont az oldalarányai azok megegyeznek a lappal, illetve a felbontását azért érdemes megemlíteni, mert elég durván jó felbontás van, 2560x1800 pixeles felbontással rendelkezik, és 307 pixel per inch képsűrűséggel, illetve pixel sűrűséggel, ami egész jónak mondható a maga kategóriában ahhoz képest, hogy mekkora kijelzőről beszélünk. Akár csak a Google tavalyi tábla gépében, az idei modellben is Nvidia processzor dolgozik, méghozzá a gyártó 4 magos X1-es lapkája, integrált Maxwell GPU-val, és 3 GB RAM-ot is szereltek bele. A tablet 32-64 GB-os tárhely opciókkal érhető el, USB-C erről a készülékről sem maradt le, tehát gyakorlatilag ugye arról az USB, újfajta USB csatlakozási lehetőségről beszélünk, amelybe mindegy, hogy dugjátok be gyakorlatilag magát az USB csatlakozót, mindenképpen csatlakozni fog és működni fog. A hátoldalán továbbá egy színes világító sáv is található, amelyre bökve az akku töltöttségét is meg tudjuk nézni. A táblagép több további specifikációja egyelőre ismeretlen. A készülék a hozzá mágnesesen kapcsolható billentyűzetet összecsapja
megszokott állapotban vezeték nélküli módon tölti, ami kifejezetten jó megoldás, hiszen a felhasználóknak nem kell külön foglalkozni azzal, hogy töltsék a billentyűzetet is külön, hanem így. Így módon töltődik is. A kiegészítő alumínium és bőrborítással is elérhető lesz. Hát ugye az árát az előbb láttátok, tehát nagyjából $150 lesz a billentyűzet, illetve a gépet pedig ilyen 500 és 600 dolláros áron lehet majd megkapni, ami nem olcsó, de annyira nem is vészes egy egész jó teljesítményű hibrid gépért, hiszen ez ugye egy ultrabook gyakorlatilag, ez az a kategória, talán bár ezt itt nem említik kimondottan ezt a kifejezést, de ugye az a fajta laptop és táblagép kombináció, amely szétszedhető és táblagépként is működik, egyébként pedig billentyűzetet lehet hozzá csatlakoztatni, ezeket hívjuk ultrabooknak, bár egy picikét egyébként ilyen, vagy is mondjam, nem helyes ez a kifejezés, mert eddig is, hogyha valaki csak egy táblagéppel rendelkezett, léteznek ilyen kiegészítők bármilyen táblagéphez, amihez billentyűzet lehet csatolni, sőt igazából OTG kábelen keresztül bármelyik táblagéphez lehet billentyűzetet csatolni, de ami így kimondottan így van megtervezve, tehát kimondottan a dizájnja magába foglalhatja akár a billentyűzetet is, de ezeket a gépeket szokták általában ultrabooknak hívni. Jó, és akkor a Chromecastról is beszéljünk egy picikét, hiszen új Chromecastok is érkeztek, illetve azokat is bemutatták. Ezekről is volt korábban szó, hogy talán érkezik, hát úgy néz ki, hogy meg is érkezett. A Kereső Óriás eseményén két új Chromecasttal is bővített a repertoárját. A korábbi verzió közvetlen utódját továbbra is a televíziókhoz szánják, míg a második modellt a kijelzők helyett inkább a hangszórókrahoz csatlakoztatnák. Ez a Chromecast Audio megoldás. A hagyományos tévés változat az előző verzió pendrive-szerű kialakítása helyett immáron egy kis kerek házba került, és ebből lóg ki a HDMI kábel, amellyel csatlakoztathatjuk ugye az eszközt a tévéhez, vagy akár egy monitorhoz is. Ez a korábbinál jóval praktikusabb megoldás, hiszen így a kütyű a csatlakozó helyétől függetlenül kényelmesen elhelyezhető a televízió mögött. Hát így is. Az volt, vagy nem tudom, nekem ugye van egy előző generációs Chromecastom, amit ugye HDMI-n keresztül becsatlakoztatunk a tévébe, tehát igazából, mivel általában a tévé hátulján vannak a HDMI-k, ritka esetben a tévé oldalán, igazából nem is látszik, tehát ugyanúgy a tévé mögött van. A készülék egyébként három színben, tehát most már színezik is, csak ugye itt megint csak felmerül a kérdés, hogyha elrejtjük, mert hát ugye pont az a cél, hogy elrejtsük, vagy hát azért ilyen pici és közvetlen csatlakoztatható, hogy úgyis a tévé mögött lesz, akkor nem mindegy, milyen színű. Na mindegy. Minden esetre sárga, piros, illetve fekete színekben is kapható lesz. A legújabb Chromecast komolyabb hardveres fejlesztést is kapott, megújult teljesen a rádiós alegység, illetve imáron támogatja a friss Wi-Fi szabványokat is, tehát például az AC-s szabványt is, amely az 5 GHz-es hálózatokhoz tud csatlakozni, és amelyekkel mindjárt három beépített antenna is kommunikál, így az egész házban jobb vételt biztosít, mint a korábbi generáció. Azonban a 4K-s felbontású tartalmak támogatására továbbra is várni kell, tehát ez sem képes lejátszani, legalábbis natívban a 4K-t, mert egyébként rá lehet küldeni 4K-s videókat, és még meg is jeleníti valamilyen szinten, egy nagyon picit akadozik, de működik. Csak hát ugye nem 4K-s felbontásban teszi mindezt, hanem lebutítja, hogy úgy mondjam, HD-re. Már az előző generációs verzió is ezt tudja. Az eszköz a hardveres újítások mellett több új funkcióval is kiegészült, ilyen például a Fast Play, vagyis a gyors lejátszás, amelynek segítségével képes felderíteni a közelben lévő eszközön egy megoldást támogató videó streaming applikáció található, és előre elkezdi pufferelni azok tartalmait, így ha a felhasználó megnyitja az adott szoftvert, a Chromecasthoz csatlakozva nem kell várni a betöltésre, hanem rögtön elindul a streamelés. Az eszköz támogató alkalmazások sora is bővült, a Kereső Óriás szerint ezekből mára több ezer érhető el ugye a Google Play áruházban. A Chromecast Audio a hangszórókat hivatott Wi-Fi-re kötni. Az eszköz tévés testvérehez hasonlóan korong alakú. Egyébként itt megint csak tudunk mutatni fényképeket is az új Chromecastokról. Itt láthatjátok például azt az audiót, a fekete kivitelmem. Milyen szép kerek megoldású, és itt van a színes verzió is, ha minden igaz. Itt látható, tehát sárga, fekete és piros színekben is. Igen. Közben valamiért nincs tápom nekem itt, kérem szépen. Nehogy az legyen, hogy lemerül itt a laptopom műsor végére. Na, most van. Jó, kicsit csatlakozási hibás. Na, tehát... Visszakanyarodva a Chromecast Audio-ra, tehát, hogy Wi-Fi-re
wifi, hangszorokat hivatott wifire kötni, és az apró kütyüt a jó öreg 3,5 ugye milliméteres jack mellett RCA, vagy optikai bemeneten keresztül is csatlakoztathatjuk a hangrendszerekhez, amelyre így wifin keresztül iOS-t, OSX-et, Androidot, vagy akár Windows futató készülékekről is továbbíthatjuk a zenét. A korongból egyszerre többet használva a ház valamennyi szobájába szinkronizálható lesz az éppen szóló zene. Ez a funkció ugyanakkor csak egy későbbi frissítéssel érkezik meg a kütyüre, tehát egyelőre csak egy eszközt támogat, hiába vesztek többet, mindegyikre csak külön-külön lehet streamelni, de idővel támogatni fogja természetesen a több hangszórós megjelenítést is, bár nem tudom hangot hogy jelenítünk meg, de végül is igen a hangzást. A hangfal okosító a Deezer, TuneIn Radio és természetesen a Google Music Play szolgáltatásokkal is használható, sőt az eseményen a Spotify is csatlakozott a támogatott appok listájához. Mindkét Chromecast modell ugyanannyiba kerül, mint a korábbi verziók, legalábbis az Egyesült Államokban ugye $35 hozzá lehet jutni, hát Magyarországon megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy egy icike-picikét drágább, tehát mondjuk olyan 15 és 20 ezer forint közötti összeget lehet nagyjából egyébként kapni. És hát ugye hiába rendelitek meg online a Google oldaláról, Magyarországra sajnos nem szállítanak, tehát ezt itt csak viszont eladóktól tudjátok megvásárolni. Hát gyakorlatilag ennyi, még talán a Play Musicról, illetve a Photosról érdemes beszélni, hiszen azokban is van újítás, a Google központi kompetenciája az online szolgáltatások fejlesztése, épp ezért meglepő, hogy ezen a területen csupán csak két bejelentést tett a cég, de legalább tett. Az egyik a Play Musichoz fejlesztett családi csomag, amelyel 6 felhasználó osztható meg Magyarországon, mint egy, ja nem mondom az árakat, mert hogy most már ennek a magyar ára is megvan, de reklámot nem feltétlenül akarok csinálni. Neki mindesetre, hogyha fizetünk érte, tehát előfizetünk egy-egy ilyen csomagra, akkor akár 6 felhasználóval is közösen tölthetünk le zenéket gyakorlatilag. A közös csomagnak a Google ígérete szerint nem lesznek negatív következményei, tehát minden felhasználó ugyanazt az egyéni szolgáltatást kapja majd, mint eddig, nem keverednek majd az ajánlások, a lejátszási listák sem, stb. A családi csomag egyértelműen az Apple Music hasonló megoldására adott válasz, az almás cég ugyanis körülbelül ugyanezen az áron kínálja a 6-os pakkot. A Google Music családi csomagban várhatóan még az idén el fog indulni. Apró, de valójában annál fontos a fejlesztés kapott egyébként a Google Photos is, amelynek hiánya fájóan érezhető volt a szolgáltatáson. Ez lesz a Megosztott Album nevű szolgáltatás, amelyhez nem csak olvasási, hanem írási jogot is adhatunk, tehát hogyha valakivel mondjuk közösen megyünk a családba fotózni, akkor egy darab albumba gyűjthetjük mindannyian a közös családi fotóinkat, vagy akár ugye a barátainkkal, most lényegtelen, de értitek, tehát eddig mindig a saját fiókba töltöttük fel, akár a telefonról, akár bárhonnan a fotókat, és ahhoz azokat tudtuk maximum megosztani másokkal. Most viszont csináltunk úgynevezett közös albumokat, amiben bárki föltöltögetheti a fotókat. További fejlesztés szintén, hogy a Chromecast kompatibilitást is végre belekerült rendesen a Google Photos-ba, és a fotókon felismert arcok elnevezésének címkézési lehetősége is megvan, tehát ugye ez az arcfelismerő történet, amelyet Európában annyira nem igazán működik, mert ugye tiltják az irányelvek, de ettől függetlenül egy trükkös módszerrel természetesen ez is élesíthető. Tehát van, akinél működik, van, akinél nem egyébként. Jó, hát nagyjából ennyit lehet tehát tudni. Ugye a két Nexus készülékről már beszéltünk pár nappal ezelőtt, ezekről a készülékekről viszont még nem esett szó, úgyhogy most már azt hiszem, hogy teljes a repertoár, hogy egész pontosan mit is mutatott be a hétfői nap folyamán a Google. Hát kíváncsian várjuk a dolgokat. No, menjünk tovább, vannak itt még híreink. Facebookkal kapcsolatos hírek terjednek, kérem szépen. Szia Zsombor! Szervusz, Fendi! Mi a helyzet? Én adásban vagyunk, csak... Ja? Nézek. Jól van. Üdvözlöm a nézőket. Szervusz! No, azt mondja, hogy fizetős Facebook. Ugye megint csak terjednek ilyen rémhírek az interneten, millió szám osztják meg a felhasználók azt a szöveget, miszerint egyetlen nyilatkozat közé tételvére el lehet érni, hogy a Facebook ne tegye minden tevékenységüket nyilvánossá, aki ezt nem teszi meg, annak jövő héttől havi díjat kell fizetnie. Az ügyben most megszólalt természetesen most már a közösségi oldal is, hogy ekkora kamut még ők sem hallottak. Elképzelhető, hogy víz van a Marson, az viszont elképzelhetetlen, hogy a Facebookért fizetni kelljen, ez
ezzel a frappáns megjegyzéssel reagáltak az oldal üzemeltetői arra az utóbbi napokban ismét terjedő kamu híre, vagyis hoaxra, amelyek szerint fizetni kell annak, aki nem szeretné, hogy a Facebook mindenét nyilvánossá tegye. A Facebook ritkán szólal meg hasonló ügyekben, mivel nagyjából minden hétre jut valami hasonló álhír. Most azt írták a kamu hírt megosztó felhasználóknak, hogy nem kell mindent elhinni, ami az interneten terjed. Ez milyen, hogy mondjam, tényleg ilyen autentikus beszólás egy Facebooktól, ahol tényleg 90%, jó nem 90, de mondjuk olyan 70-30%-ban a kamu hírek és az igazi hírek terjedéséről ismert ugye ez a közösségi oldal. A hoax terjesztői szerint egyébként $5.99 vagy eurós vagy fontos havi előfizetési díjat kellene fizetni a Facebooknak azért, hogy ne állítsák át minden tartalmunkat nyilvánosra, beleértve már törölt üzeneteinket és fotóinkat is. Az átverős szövegben úgy fogalmaznak, aki nem szeretne fizetni, az még megúszhatja, ha pár napon belül, és itt természetesen megjelölnek egy határidőt is, ő maga kírja falára egyébként ezt a szöveget. Tehát, hogy aki hirdeti, hogy fizetős lesz a Facebook, az megúszhatja. Hát ekkora nagy kamut tényleg. Tehát ne dőljetek be semmi ilyennek, a Facebook nem lesz fizetős soha, hiszen ez egy közösségi szolgáltatás. Egyéb szolgáltatások ezeken belül lehetnek, mint már most is vannak fizető szolgáltatások, de maga a Facebook, tehát a közösségi oldalnak az alap funkciói, tehát a megosztás, a hozzászólási lehetőségek, és így tovább, ezek nem lesznek soha fizetősek, hiszen értelmetlen lenne innentől kezdve ezt a közösségi oldalt üzemeltetni. Jó, no, menjünk tovább. Az előbb esett szó ugye az Androidról, és akkor egy kis ilyen friss információ androidos felhasználók kapcsán irdatlan ütemben nő az Android, már 1,4 milliárdan használják világszerte. Ez bődületesen nagy összeg, illetve már összegben is nagy, de hogy számnak minősül. Az Android már egy ideje a mobil piac koronázatlan királyának számít. Az utóbbi egy évben azonban még jobban felgyorsult az ütem, ahogy a felhasználókat elhódítja magának, ugyanis még tavaly nyáron még csak 1 milliárd darabot regisztráltak, illetve egész pontosan ennyi regisztrált operációs rendszer volt, tehát ennyit használtak világszerte a Google operációs rendszerének készülékeiből. Ez a szám mostanra már 1,4 milliárdra duzzadt. A szinte hihetetlen növekedésről nemrégiben ugye a Google új elnöke számolt be ezen a bizonyos eseményen, amikor is bemutatták ugye a legújabb rendszereket. Utóbbi rendszer egyébként azért még egy picit talán érdemes róla beszélni, és a legfontosabb tulajdonságát kiemelni, ugye itt az Android 6.0-ásról beszélünk, hogy többek között új korszerű biztonsági rendszerrel, takarékosabb memória használattal, valamint jobb energia menedzsmenttel érkezik, tehát azt ígérik, hogy egy olyan mintegy 35-40%-kal tovább fogják bírni az akkumulátorok, tehát gyakorlatilag hosszabb üzemidőre lehet számítani, és ugyanez a helyzet egyébként az iOS-nél is, tehát úgy látszik, hogy most az Apple is, meg a Google is ráállt arra, hogy minél takarékosabban, hogy úgy mondjam, állítsa be az operációs rendszer a készüléket, és ezáltal sokkal tovább bírja az aksi, ugyanis az iOS 9-es operációs rendszerrel bevezetett alacsony töltöttségű módot alaposan letesztelte egy felhasználó, és kiderült, hogy közel megkétszerezi az iPhone akkumulátorának üzemidejét. Tehát itt még durvább energiatakarékosságról beszélünk, bár találtak egy biztonsági részt is rajta, amely könnyen megszüntethető egyébként, az iPhone-ok és az iPad-ek új operációs rendszere még így is remek újításokkal bír, a legfontosabb pedig, hogy most alaposan le is tesztelték. Körülbelül 40%-kal növeli majd az akkumulátor üzemidejét az iOS 9 alacsony töltöttségi módú funkciója, többek között azzal, hogy letiltja a levelek letöltését, a háttérben történő appok frissítését, az animált háttérképeket, valamint a mozgásos effekteket. Hát mondjuk tény, hogy ezek eléggé zabálják az akkumulátort ugye amúgy is, tehát azt, hogyha valaki ilyen hátterekkel rendelkezik. Mondjuk most lényegtelen igazán, hogy milyen telefonról beszélünk, ez valóban Androidnál és iOS-nél
Phone-nál, és sőt tovább megyek, a Windows Phone-nál is jobban húz az aksit, gondoljátok, állandóan egy animációt kell lejátszania. Hát azért az, míg egy állóképet megjelenítünk, azt ott van, azért az animáció az gyakorlatilag általában egy loop, vagy sőt vannak most már olyan effektek, amik nem is annyira animációnak minősülnek, tehát egy ilyen videó loopnak, hanem mondjuk valamilyen reakciótól függően, tehát vannak ilyen vízcseppes háttér, live háttérképek, tehát élő, úgynevezett élő háttérképek, amire mondjuk, hogy ráböksz, akkor egy vízcsepp keletkezik, tehát ez ilyen interaktív háttérképek. Na, ezek nagyon tudják zabálni egyébként az akkumulátort, tehát hogyha valakinek tetszenek az ilyenek, akkor nem csodálkozom, hogy gyorsan merül a telefonja. Az iPhone 6 Plus készülékén tudatosan vizsgálta egyébként az illető, akit egyébként Matt Bridgelernek hívnak, ő tesztelte le, hogyan szuperál az aksi kímélése. Felváltva tesztelte az újdonságokat, egyik napon normál üzemmódban használta, a másik napon pedig végig alacsony töltöttséggel, és így tovább újra és újra két héten keresztül. Tesztje során a napok egyformák voltak, minden nap éjfélkor tette töltőre a mobilt, és 7 órakor, tehát reggel 7-kor vette le róla. A Bluetooth, a Wi-Fi, a mobilnet, illetve a GPS is állandóan be voltak kapcsolva, folyamatosan hozzá volt kapcsolva az Apple Watch órája is, minden nap 10-től 18 óráig folyamatosan dolgozott vele. És hát itt látszik egy ilyen kis grafikon, amit nem tudom mennyire tudunk megmutatni, de látszik a töltöttség. Tehát ugye reggel, mikor levette a töltőről 7 órakor, akkor 100%-on volt, és akkor itt a különböző üzemmódokhoz mérten, itt látható, hogy mennyit merült a telefon, tehát gyakorlatilag elég picike, úgyhogy lehet, hogy inkább belenagyítok, és akkor inkább itt mutatom jobban, hogy talán a színek is jobban láthatóak. Tehát ugye kedden alacsony töltöttségű üzemmódban, szerdán normál üzemmódban, csütörtökön megint csak alacsony, pénteken normál, hétfőn alacsony, kedden normál, szerdán pedig szintén alacsony üzemmódban használva, és itt vannak ugyanezek egyébként normálba és alacsony töltöttségű üzemmódban, ezeknek megfelelő színekhez mérten látszik is, hogy mikor merült és mennyi. Tehát volt olyan nap, egész pontosan jól látom, a csütörtök, nem a keddi, illetve a szerdai nap. Igen, hát az alacsony üzemmódnál szinte mindegyiknél 50%-ot még simán, ha jól látom, akkor éjszakáig kibírta telefonja, tehát reggel 7-től éjszakáig 50%, hát olyan 40 és 50% közé esett le az akkumulátor töltöttség, ez nem olyan rossz. Jó, na hát én most nem mennék itt bele a részletekbe, akit bőven érdekel ez a grafikon, szerintem nagyjából mindent elárul, most viszont ti jöttök, rá is csekkolok a Facebookra, hogy van-e hozzászólásunk, facebook.com/fixhd, veletek folytatjuk, illetve a Skype-unk is él, tv.fixhd címen, tessék nyugodtan csörögni, itt az én kis fülesem, úgyhogy ha valaki csörög, akkor beteszem a fülembe, és akkor hallom is, hogy mit mond nekünk az illető. Jó, kezdjük is. Szűcs Laci küldött nekünk ismételten egy vicces képet. Így van, létezik egy magyar városka, vagy falu? Falu, igen, amelyet így hívnak. Itt egy elég vicces kép róla, remélem látszik. Oké, megyünk tovább. Azt mondja, hogy... János írja nekünk, szia Vendi, a következő nemzedék, nem sokára ő is tátott szájjal nézi a műsorodat, mert hogy jó, köszönöm szépen, kedves János, és itt látszik, gondolom én ez a kisfiad, kislányod, kisfiad. És ő is már tényleg, ahogy látom, a laptophoz, igen, erősen az egérrel már próbál, és ráadásul Facebookozik, hát azért vigyázzunk, ne felejtsük el, hogy a Facebooknak azért vannak káros hatásai, nehogy itten aztán a gyermek olyat lásson, amit nem, kell, nem kellene, jó? Aztán Dávid írja nekünk, szia Vendi, tudnál-e ajánlani valami jó pofa képszerkesztő progit? Régebben a Picasát használtam, de annyira nem tetszett, köszi. Hát a Picasa az igazából annyira nem képszerkesztő volt, vagy talán még lehet, hogy most is az, mert szerintem még elérhető, hanem inkább ugye korábban ez volt a Google Photos, tehát a Google-nek az a fotó tároló szolgáltatás. Lehet, hogy persze lehetett benne szerkeszteni, sőt, igen, lehetett benne, hiszen volt hozzá egy segédprogram, aminek segítségével lehetett szinkronizálni a fotókat, és azt hiszem ott lehetett benne szerkeszteni is, tehát valóban igazad van. Hát ezek inkább csak ilyen effektelők.
ezek a szoftverek. Tehát amik olyan szoftverek, amik azért vannak, hogy fotókat úgymond retusálj vele, de ilyen, hogy úgy mondjam, tehát olyan tudással rendelkeznek, hogy mit én van egy pár beépített, vagy sok beépített ugye effekt benne, az még önmagá... Te most Krisztián, én itt mutogattam a nézőknek képeket, akkor ezek szerint azt nem látták, mi? Ja, hogy van bent vágó, jó van. Hát nézzenek oda. Ez az átka annak, amikor nem látom a vezérlőt, ugye? Bezzeg a stúdióban, ott mindig bennülök, és ott rögtön látom, hogy mi történik. Itt most aztán pláne nem látom, mi történik. Na, tehát, hogy visszakanyarodva, tehát az ilyen képeffektelő szoftverek, ezek ugye arra valók, hogy pici effekteket rakjunk rá gyakorlatilag fotóinkra, nem igazán képszerkesztő program. Tehát képszerkesztő, én bevallom őszintén inkább csak ilyen, tehát olyasmit tudok mondani, mint a Photoshop például, vagy mondok inkább ingyeneset, ez a GIMP, érdemes letölteni és kipróbálni, tök ingyen leszedhető, a gimp.com vagy gimp.hu oldalról is letölthető, és abban sok mindent lehet csinálni, többek között fotókat retusálni, meg egyéb más dolgokat is, tehát grafikai dolgokat is, és teljesen ingyenes. Tehát én inkább ilyesmit tudok, mint képszerkesztő progi ajánlani, de természetesen meg annyi ilyen jellegű van. Tehát jött egy hozzászólás, és lehet, hogy valaki ajánlott is neked. Igen, Feri is a Photoshopot, Laci meg a gimpet ajánlotta, úgyhogy gyakorlatilag pont ugyanazokat, amiket én is mondtam. Aztán Nagy Gábor meg játszik. Jó, hát a játék az nem ez a műfaj, azt a Gamerzone-ban tegnap volt rá lehetőség. Na jó, hát akkor folytassuk Istvánnal, aki, ha minden igaz, akkor Skype-on keresztül itt van velünk. Hello István, hallasz engem? Szevasz, parancsolj! Van egy telefonom, ami androidos. Azt szeretném megkérdezni, hogy most nem mondom, hogy hányas van rajta, az föl lehet mondjuk egy magasabbra tenni? Mondjuk van rajta egy 4-2-es, most mondtam valamit, az, ha megjelenik, hát mondjuk egy nagyobb, azt le lehet frissíteni, hát attól függ, vagy az öröké 4-2-es van. Ha valahozzá olyan firmware, amiben működik, akkor le lehet frissíteni. Itt ez igazából gyártófüggő, hogy mennyire ad ki hozzá hivatalos frissítést. Ugyanis nem hivatalos frissítések is léteznek, de azok úgy ugye csak saját felelősségre szoktuk ajánlani, mert hogy nem biztos, hogy működik egy adott készülékkel. Tehát ahhoz rútolni kell a készüléket, úgynevezett custom romot, tehát főzött romot kell rátenni, és van egy csomó olyan készülék, ami már nem támogatott, tehát úgy értem, hogy nem lesz rá valószínűleg újabb verzió Android, viszont ilyen főzött romból lehet rá újabbat tenni, csak hát az vagy működik jól, vagy nem működik jól, ráadásul ugye készülékenként változhat, hogy egész pontosan hogyan kell ezeket frissíteni, tehát hogy én így igazából most ezt így nagyon nagy általánosságban én így biztos nem ajánlanám, de ha valamennyire konyítasz hozzá, és van kedved belevágni, akkor hát akkor meg, mint laikus, inkább azt mondom, hogy szerintem ilyesmivel ne próbálkozz, mert hogy el lehet rontani, és akkor utána meg van az embernek egy tégla telefonja, amiben nem tud mit kezdeni, az nem biztos, hogy jó dolog. De ha utána olvasol, a telefonod pontos típusa alapján bizonyos fórumokban leszokták írni, hogy hogyan lehet egész pontosan ilyen főzött romokat rárakni, megpróbálhatod, csak mondom, van némi kis rizikó benne. Jó? Ja, illetve nem nézted az előző napokban meg, az adást. Vagy a ugye én most nem vagyok Pesten, hanem egy konferencián vagyok, most itt a konferenciateremnek a haljába vagyok, és innen csinálom most az adást, pont ebből kifolyólag, hogy ja, nem maradjon el az adás, bár sajnos holnap el fog maradni, ezt így előre mondom, mert pont nem lesz időnk rá már, hogy készítsünk műsort, de most az elmúlt napokban, ezen a héten itt vagyok, és hát jobb hiány, így csinálom az adást. Igen. Ja, értelek. És még egy valami szeretnék kérdezni. Hát ez egy kicsit... István, az a baj, hogy figyelj, mindenkihez igazodni, van akinek ez volt a jobb időpont, van akinek az előző volt a jobb időpont. Többen kértétek, tudom, meg a műsor struktúránk is úgy alakult, hogy későbbre került. Lehet, hogy még visszakerül egyébként kicsit előbbre. Egyelőre most ebbe az időpontban van. Jó? Oké, köszi, halihó, szevasz. Jó, oké, tehát akkor ennyi szerettel van a tovább. Menjünk tovább, lehet nyugodtan hozzászólni, kérdezni, facebook.com/fixhd, várom a hozzászólásokat. Hát ez micsoda, ugye Sid posztolt itt nekünk, vissza kell mennem a szemem, esküszöm, nem látom, hogy ez micsoda. Ez egy floppy?
Igen, egy floppy, egy régi floppy, ha jól látom, méghozzá szétszedve, így van. Rendben van, látom, szerelsz. Jó. Azt nem értem egyébként mind a mai napig, hogy miért, amikor vesz az ember egy számítógép házat, azon miért van még mindig floppy foglalat? Már ha floppy nincs is benne, de a floppy számára kivágható foglalat van benne. Jó, mondjuk ez másra is használható, mert ha belegondolunk, a vinyóknak is pont olyan a szélessége, tehát hogyha az ember egy olyan mobil rekket vesz, akkor gyakorlatilag az is berakható oda, de mindegy, de gyakorlatilag floppy, hát nem is tudom. Manapság az ember megmosolyogja ezt a technológiát, bár régen ugye mennyire jó volt. Na, folytatjuk Lacival, aki Skype-on van itt. Hello, Laci! Szia, Vendel! Csak szeretném jelezni, hogy valami csúszás van, ahogy a Skype-olónak a hangja jóval később hallható az adásban. Ugye már elkezdesz rá válaszolni, amikor ugye még csak ilyen... Jó, akkor majd egy picit várok, jó? Már csak azért is, mert ugye át van streamelve a gépemről a Skype-nak a hangja oda, a vágógépre, és az valószínűleg egy icike-picikét késik, mondjuk egy olyan 1-2 másodpercet. Úgyhogy kettőt? 2 másodpercet. Úgyhogy akkor mostantól 2 másodpercet várok a válaszsal. És akkor így egyszerre elkezdtetek így beszélni, okay. És a kérdés... Halli-ho, szia! Okay, jó. No, nem, hát igen, van ilyen, ugye tegnap a laptopomról ment az adás, és akkor lokába történt. Most egy kicsit máshogy megy, hát sajnos annyiféle ilyen technológia van egyébként, de így meg legalább van egy rendes nagy kamerám, talán jobb minősége, mint a webkamerának, bárki tudja. Na jó van, menjünk tovább. Szid után nincsen egyelőre több hozzászólásunk, nem baj az, nyugodtan hívjatok, kérdezzetek, én addig beszélek egy icike-picikét nektek a YouTube, fizetős YouTube-ról, ugye ezzel is már riogatnak egy ideje, hát riogatnak, hát most én is megriogatlak egy picikét benneteket, hát nem fog tetszeni ez a hír, amit most mondani fogok, ugyanis állítólagosan még több reklám lesz a YouTube-on, bárki hogy fogja föl a reklámot, ugye ezt megbeszéltük már egy párszor, hogy lehet igazából a reklámoknak egyfajta, hát most azt nem mondom, hogy jótékony hatása is, de gyakorlatilag információs hatással is bírhatnak a reklámok, hogyha ezt a részét nézzük, akár még hasznos is lehet ez az újítás, bár aki nem szereti a reklámokat, eddig se szerette, az még jobban nem fogja szeretni. Még csak nemrég jelentette be ugye a reklámmentes YouTube-ot a YouTube, illetve a Google, de már most úgy tűnik, ha nem fizetünk, még több hirdetéssel fogunk találkozni. A célzott Google hirdetésekkel fog bombázni minket a YouTube. A népszerű videó megosztón mostantól egy apró pici i betű jelenhet majd meg a lejátszó ablak jobb felső sarkában. Ha erre rávisszük a kurzort, egy Google reklám jön elő, méghozzá olyan, ami az aktuális videó szempontjából releváns, vagyis kapcsolódik hozzá. Tehát például egy kameráról, mondjuk egy videó kameráról nézzünk valami videót, akkor jobb felső sarokban olyan hirdetések fognak előugrani majd, amelyek arról a készülékről, vagy egy hasonló modellről szólnak. Tehát magyarul megint csak ugye célzott hirdetés jön, tehát gondolják, hogyha nézzünk egy kamerát, itt látszik is egyébként egy ilyen animált GIF-ben, hogy egész pontosan hogyan kell ezt elképzelni. Tehát magyarul rákattint, tehát csak fölé kell vinni az egeret, rá kell kattintani, és akkor már is megjelennek a hirdetések ott mellette. Így működik a dolog. Ugyanakkor a videók előtt induló reklámokkal ellentétben ezek a hirdetések a jövőben is elkerülhetőek maradnak, tehát nem kötelező jelleggel kell megtekinteni ezeket, és szépen békén, ha szépen békén hagyjuk az i betűt, tehát ne vigyétek oda a kurzort, és ne nyomjatok rá semmit, és akkor nem jelennek meg. Egyébként pedig ugye, ahogy az egyébkénti hirdetéseket is, ami a videó előtt van, azt ugye idő után át lehet ugrani, kivéve aki reklámblokkolót használ, az egyéb bannereket viszont el lehet távolítani, persze, hogyha úgy van megcsinálok, hogy időnként előjön, de gyakorlatilag ettől függetlenül ez egy olyan hirdetési forma, amiről most beszélünk, ami nem jön elő magától, csak ha rákattintotok. Persze az is megoldás, hogyha a YouTube nemrég bejelentett fizetős megoldását választjuk, akkor is ugyanis minden hirdetés kikerül az oldalról, tehát semmilyen reklámot nem kell néznünk, természetesen azért fizetni kell, tehát igazából ez az a modell, ami működőképesnek bizonyul. Jó, megyünk tovább, rácsekkolok a Facebookra. Azt mondja, hogy
Bill bácsi írja nekünk, az előlapi panelek USB plusz kártyaolvasó is pont akkorák, mint annó a floppy volt, ezért van az előkészítés. Hát, szó-szó, igen, van, hogy olyanra csinálják, de most őszintén, tehát egy USB port az azért elég picike, meg a kártya sem valami nagy, tehát annak nem kell azért akkora hely, mint a floppynak volt, tehát ott inkább kisebb helyet szoktak csinálni, vagy legalábbis a legtöbb házon ez, vagy oldalt van, vagy a tetejében, inkább a nagy panelben van beépítve ilyen kis foglalat, amiben gyakorlatilag bele lehet dugni előre az USB-t, meg a kártyaolvasót is, de lehet, hogy van persze flop is megoldás, ez megint csak ahány ház, annyiféle szokása, hogy ezt szokták ugye mondani, tehát simán elképzelhető, hogy floppy diszket például, ha már ott a hely, akkor ilyesmire is lehet egyébként használni. Ja. Szabolcs, igen, ugyanazt a hibát írja, amit az előbb Laci is mondott. Hát gyerekek, ez van, nem tudunk mindenre figyelni sajnos, mondom, ilyen a technológia. Rendicsek. Na, megyünk tovább, akkor egy következő hírrel, ha megtalálom. Már van még itt ám nekem hírem, kérem szépen. A Facebookkal kapcsolatos hír, méghozzá olyan hír, amelyet a Facebook, a Fix TV-nek az oldalán is olvashattok, a fixhd.tv oldalra, ha felmentek, ami nekem most valami nem akar bejönni, az lehet. Tehát pont a saját oldalunk nem jön be, de bejött, jó. Na, tehát ha jól látom, akkor Gergő jó voltából került ki az oldalra. Ugye egy figyelmeztetés azzal kapcsolatban, hogy a Facebook nemrégiben bevezette azt az újítását. Ugye több újítást is bevezetett, de most arról az újításról van szó, ami egész pontosan ugye az automatikus videó lejátszásokkal kapcsolatos. Tehát hogyha egy videó fölé, vagy az aktuálisan görgetve éppen egy videó fölé érsz, akkor ez a videó automatikusan elindul. Na most igen ám, csak egy videó az gyakorlatilag elég sok sávszélességet zabál, és ha mindezt mondjuk mobilon tesszük és mobilneten, akkor bizony lehet, hogy főzabálja szépen a sávszélességünket, hiszen a háttérben ezeket a videókat elkezdi szépen letölteni, és ugye lejátszani, még hogyha éppen aktuálisan nem is fölötte vagyunk, de közeledünk a hírfolyamban ahhoz a videóhoz, az bizony elkezdi előre keselni, pufferelni, és adott esetben le is játszani, tehát magyarul adatforgalmat zabál. És sokan panaszkodtak emiatt, hogy hát emiatt gyakorlatilag elfogyott a mobil internetük, és jogos a panasz, úgyhogy a Facebook legújabb újítása, hogy a videókat automatikusan elindítja az üzenőfalon, ha azokra rágörgetünk. Ez az újítás minden platformon automatikusan érvénybe lépett. A legtöbb bosszúságot azonban a telefonról Facebookozók tapasztalhatják, hiszen az automatikusan elinduló videók több adatforgalmat használnak. Ezt az újítást természetesen kikapcsolhatjuk, ehhez meg kell nyitnunk a telefonunkon a Facebook appot, és ott is az App Settings menüpontban a Video Play Automatically nevezetű menüpontban van lehetőségünk, hogy kiválasszuk, hogy minden esetben csak Wi-Fi kapcsolatnál, vagy pedig soha ne induljanak el automatikusan a videóink. Megint csak tudom mutatni nektek a képet, hogy pontosan hol keressétek a telefonotokon, itt van egy ilyen screenshot erről. Tehát magyarul ugye App Settings, ugye sajnos az angolul van, ugye azért kell, hogy angolul mondjam én is, hiszen a Facebook applikáció az angolul beszélget velünk, tehát ha valaki mobilon Facebookozik, akkor úgyis angolul találkozik vele, tehát ott App Settings-et keressük szépen meg, és azon belül is, ugye bár a Video Plays Automatically-t kell off-ra állítani, ez azt jelenti, hogy nem indul el tehát magától a lejátszás. Jó. Számítógépes felületen is zavaró lehet, vagy hát többeket zavarhat. Én például kikapcsoltam, engem is zavar. Tehát ne induljon már magától a videó, mert idegesítő tud lenni, majd ha én meg akarom nézni, akkor majd elindítom. Ha zavar bennünket, akkor annak a kikapcsolásához a beállítások menübe kell bemenni, majd ott a bal oszlopban a videók opciót kell kiválasztani, és azon belül tudjuk tetszésünk szerint kiválasztani a számunkra megfelelő beállítást. Magyarul, hogy kikapcsoljon vagy ne kapcsoljon ki, ezt is itt mutatom nektek, tehát videó opció, szépen videók, és akkor a videóknál itt mutatja az videók automatikus lejátszásánál a kikapcsolva állásra kell tenni, és hogyha oda teszitek, akkor ki fogja kapcsolni a videót. Szerintem erről már beszéltünk egyébként, mintha a Restart Extra-ban talán már esett volna erről szó. Tehát magyarul kapcsoljátok ki, sőt mobilneten kimondottan ajánlott kikapcsolni, hiszen ez is zabálja az adatforgalmat. Bővebb információ, vagy hogyha valaki nem látta volna az imént említett menüpontokat, hogy hol kell változtatni, akkor a
fixhd.tv oldalon található a cikk, Gergő, ha jól emlékszem, Gergő jó voltából került ki, úgyhogy őt tessék dicsérni és szidni ezzel kapcsolatban, nem, a Facebookot. Jó, menjünk tovább akkor. Ráklikkelünk itt az oldalra, Viktorral folytatjuk. Hello Wendy, azt vettem észre, hogyha be van kapcsolva a reklámblokkoló, akkor vagy nem jön be az oldal, csak ha már ötször kattintok rá, a másik, hogy egyszerűen a free mailre nem jelentkezik be. Most kikapcsoltam a blokkolót, és jé, egyből bejött az oldal, vagy betöltött, és a többi weboldal is. Egy kérdés viszont lenne, hogy miért csinálja ezt? Így akarják rávenni az embereket, hogy ne használjanak blokkolót, mert akkor nem töltődik be az oldal, és nem tud normálisan internetezni. Könnyen meg lehet. Ugye beszéltünk már erről, hogy most sokaknak sok, hát főleg tartalomszolgáltatót zavar ez a hozzáállása ugye a kedves felhasználóknak, hogy nagyon sokan használnak reklámblokkolót tényleg, mert de irányosan sok a reklám is, tehát valahol ez érthető egyik oldalról, másik oldalról viszont ugye, már beszéltünk párszor, és ebből is már ilyen vita kerekedett néhány nézővel, hogy hát a reklámoknak most amellett, hogy milyen hatása van, akik népbutító hatásúnak állítják be, mint mindent, tehát, de ettől függetlenül úgy is nézik, meg tudják, hogy melyik boltban milyen akció van, de igazából a pozitív hatásait viszont nem nézzük, tehát hogy valóban információval szolgálnak nekünk a reklámok, méghozzá megmutatják, hogy éppen milyen termékek vannak, tehát erről szól egy terméknek a reklámja, a reklám, tehát egy termékinformáció, vagy éppen egy vásárlási információ erre való, és ugye, hogyha ezt leblokkoljuk, akkor azokat károsítjuk meg, akik ezekért a reklámokért fizetnek, tehát a hirdetőt, ugye? Tehát én mindig ezt a példát szoktam hozni, hogyha én mondjuk van egy szolgáltatásom, mondjuk van egy weboldalam, ahol én mondjuk üzemeltetek egy, nem tudom, egy webshopot, és én annak csinálok egy reklámot, tehát mondjuk bannert vásárolok, vagy akár ilyen videó, YouTube videók előtti videó megjelenést vásárolok mondjuk a YouTube-nál, és kiadok érte nem tudom hány 10-100 000 forintot, mondjuk egy ilyen kampányért, és ha letiltogatják ezek a felhasználók, akkor gyakorlatilag az én reklámom nem jelenik meg. És innentől kezdve, ha nem jut célba a reklám, akkor gyakorlatilag kidobott pénz volt az ablakom. Ez a baj. És ez most már azért itt dollármilliárdokról beszélünk, amely így globálisan a világban kiesik a hirdetőknek ebből, és hát ezért van ez. Kérem szépen, hogy hát egyre több oldal próbál tenni ez ellen, és bizony most már beépítenek olyan kódokat a weboldalba, ami érzékeli, hogyha reklámblokkoló aktiválva van, és ha a reklámblokkoló aktiválva van, akkor bizony lehet, hogy nem jelenik meg az oldal, vagy például most a Google vagy a YouTube esetén már bevezette, hogy még büntetést is kap az, aki reklámblokkolót használ. Ugyanúgy megjelennek a reklámok, mert trükköznek vele, sőt nem lehet átugrani őket, mert ugye van egy ilyen lehetőség, hogy a videók előtti reklámokat például át lehet ugrani, x másodperc után, általában 4-5 másodperc után átugorhatók ezek a reklámok, tehát nem muszáj végignézni. Viszont aki reklámblokkolót használ, annál ez a lehetőség nincs meg, tehát ez a hirdetések átugrása nevű opció, ez ott elveszett, és gyakorlatilag onnantól kezdve nem elérhető a dolog, tehát végig kell néznie az adott reklámot. Na, visszatért közénk Laci, úgyhogy egy másodperc csak begyomul a fülesemet, hogy halljak is. Na, hello, Laci! Itt vagy? Újra hozzá kell adni. Javasolni? Szeretni, ha nem lehet programhibát. Elképzelhető, sőt, tehát, hogy mondjuk egy free mail esetén, ezt el is tudom hinni, hiszen a free mail az tele van reklámokkal például, tehát ez egy olyan történet. Valaki vegye fel a telefonomat, ott csörög messze. Így van. Jó.
És elvileg ebbe lehet ezekbe a reklámblokkokba már, még mert tényleg sok fajta van, lehet engedélyezni is manuálisan is elemeket is, meg hozzáadni a tiltáshoz is. Esetleg, de hogyha nem megy, akkor esetleg álljon át egy másik fajta. Vagy ne használjon blokkolót, én inkább azt mondom. Hát vagy ne használjon blokkolót, bár mondom, be kell, hogy valljam neked, én is használok blokkolót, de én azt csinálom, amelyiket oldalakat ismerem, és tudom, hogy nem olyan reklámok vannak rajta, amik fejlegesítenek, például ugye a ti oldalatokon sincsen blokkolva reklám, vannak ilyen hírportálok, amiket szoktam nézni, ott sincsen, nem blokkoltatom a reklámokat, de alapértelmezetten, tehát amelyik oldalakat én nem ismerek is, nem meglátogatni, nekem ott aktív, mert nem szeretem ezeket, amikor nyomatják. Elhiszem. Én így... Hát ha ez rossz, rossz, szeretem ezeket, de akiket ismerek, ott meg engedélyezem. Oké. Okay. Köszi, Laci. Hello, hello, szia. No, Matyi írja nekünk, tehát, hogy tudok-e egy bizonyos márkához szervízt mondani. Hát, Matyi, én tudnék, de nem mondhatok, ugye? Tehát, hogy ilyen kérdéseket ne is kérdezzetek tőlem, mert hát jó, hogy nem akarod, hogy bemondjam, hogy milyen szerviz, mi a címe, mi a telefonszám. Hát azért ezt így nem mondhatom be tévéadásban, de természetesen kommenteket várunk. Egyébként nem tudok így hirtelen. Központi szervize van ennek a gyártónak, tehát ott kell gyakorlatilag bejelenteni, hogyha valami gond van a készülékkel, vagy ha szolgáltatónál vásároltad, akkor ott is lehet, illetve a különböző boltok is, vagy szervizek is egyébként márkától függetlenül is foglalkoznak szervizeléssel, vagy maximum a márka szervízhez továbbítják a te kérelmedet. Egyébként ez a gyártó, akit te itt kérdezel, ez Magyarországon nem javít, tehát mindent külföldre szállít és külföldön javítat, ha jól tudom, persze attól függ, mi a gondja egyébként a készüléknek, de általában ez így van. Oké, Feri írja nekünk, a nyáron vettem egy ATX-es házat, és ebben még benne van a floppy kábelezés. Van ilyen? Tehát nem csak a kimenet van rajta, hanem akár a kábelezés is. Így van. Aztán István is azt írja, hogy az én gépemből vagy szándékosan, vagy hanyagságból, de elfelejtették kivágni a floppy meghajtó helyét, de valahogy nem is hiányzik. Nem az, hogy nem vágják ki, de ott a helye. Tehát általában egy ilyen fedőpanellel azt eltakarják, mint ahogy a CD-romnak, vagy a nagy floppynak a helye is, mert ugye a nagy floppy meg akkora, mint egy optikai meghajtó. Tehát annak a helye is ott van, csak általában ilyen panelekkel ki van takarva. Csak hát furi, hogy ott van, ugye? De itt most igazából a floppy a mosolyogni való, nem is az feltétlenül, hogy a panelje ott van, mert ezt lehet máshol is használni, mint ahogy itt ugye kaptunk már ötleteket, vagy egy-két helyen már ezt szépen megoldják, hogy USB kimenetek vannak ott mondjuk, vagy kártyaolvasóknak a katoda be lehet illeszteni, és így tovább. Tehát vannak olyan perifériák, amiket, vagy digitalizáló kártyák, például professzionálisabb digitalizáló kártyákat is be lehet oda pakolni. Nekem volt is olyan digitalizáló kártya, aminek volt egy úgynevezett ilyen előlap, ilyen front panel csatlakozási lehetősége is, és azt is például a számítógépnek az elejébe, nem a floppy, hanem ott a nagy, tehát az optikai meghajtó helyére lehetett bekötözgetni a kábeleket. Jó, na, még van egy pár percünk, úgyhogy ha vannak még hozzászólások, akkor nagyon szívesen reagálok rá, de egyelőre nincsenek. Itt Feri kérdezi csak, hogy mi lesz holnap a Restart hetet, vagy korábbi műsorunknak az ismétlését fogjátok látni nagy valószínűséggel. Jó, mert hát pont akkoriban lesz az, hogy itt a konferencia nagyjából bezáródik, tehát vége lesz. És hát igazából már lebont haza, mert egy kategória van, tehát nagy valószínűséggel akkoriban én pont útközben leszek. Hát útközben pedig az autópályáról nem fog tudni nektek biztonságosan adást csinálni, az szinte biztos, úgyhogy nagy valószínűséggel ismétlés lesz, de szerdán, vagy szerdán, miről beszélek, pénteken Restart Extra viszont mindenképpen lesz, tehát Balázssal együtt össze fogjuk foglalni a hét eseményeit, és persze a ráadás fél órában is mutatunk nektek valamilyen érdekességet. No, van még egy pár percünk, úgyhogy akkor gyorsan beszéljünk még egy icike pécikéjét egy-két dologról, csak tudnám, hogy hova tettem már megint a híreimet, amikről akartam nektek beszélni még. Igen, Facebookkal kapcsolatos a történet, ugye a héten megint volt egy leállás, nem tudom, hogy észrevettétek-e, és hát ugye az a helyzet, hogy
egész pontosan ez, igen, tegnap volt. Nem, hétfőn volt egy leállás, méghozzá este 9 óra magasságában az emberiség több mint egy hetedét kiszolgáló közösségi oldal, a Facebook megint csak leállt. A portálnak egy héten belül ez volt a második technikai szünete, és az elsőnél sokkal tovább, másfél órán keresztül tartott. A cég részvényeinek értéke azonnal esni kezdett, a felhasználók pedig kaptak egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lenne a világ Facebook nélkül. Annyira nem jó, vagy legalábbis sokan hát nem tudtak magukkal mit kezdeni, úgyhogy azért ez egy durva, veszélyes üzem ez a Facebook egyébként, tényleg függőséget okoz, nem véletlenül mondják a pszichiáterek, szociológusok is, és már fiatalkorban is, egyébként pont ez a konferencia, ahol itt vagyok, ugye a 8. nemzetközi média konferencia, ez a hivatalos elnevezése a konferenciának, amely ugye a nemzetközi gyermekmentő szolgálat és a nemzeti média és hírközlési hatóság jóvoltából kerül minden második évben megrendezésre, legalábbis ez a fajta konferencia. Ez pont erről szól egyébként, hogy főleg a gyerekek és a fiatalokra milyen hatással vannak a különböző közösségi, illetve hát önmagában a média milyen hatással van, és hát ugye a közösségi médiák is most már több éve, ugye ennek a, hát nem is több, már nagyon sok éve ennek a konferenciának a központi témája, hiszen a televíziók, rádiók, egyéb internetes oldalak mellé most már a közösségi oldalak is mint úgy becsúsztak, és hát pont itt is volt olyan előadás, amely a Facebook, sőt ráadásul a Facebooknak az európai biztonság politikai szakértője tartotta az előadást, egy nagyon kedves hölgy egyébként, és ő mesélt arról, hogy milyen hatásai vannak a Facebooknak, és nagyon durva egyébként, tehát nagyon durva dolgokat mondott ezzel a kapcsolatban, milyen függős, milyen kimutatások, kutatások vannak ezzel a kapcsolatban, hogy az emberek mennyire durván függenek egyébként a Facebooktól, és hát tipikusan ilyenkor lehet ezt lemérni egyébként, amikor van némi kis szolgáltatás kiesés, hogy ilyenkor meg százszorozódnak a Facebook felé érkező hiba bejelentések, illetve nem is csak a hiba bejelentés, hanem úgy összességében elkezdenek az emberek ugye panaszkodni. Csak mivel a Facebookon nem tudnak panaszkodni, mert éppen nem megy, ezért a Facebooknak kezdenek el panaszkodni, és ez ugye természetesen, mondjuk ez minden szolgáltatás esetében így van, de hogy óriási számokról beszélünk, tehát hogy amúgy is több százezres naponta a megkeresés a Facebook felé, ilyen-olyan ügyek, bejelentések egyéb más miatt, csak itt Európában, és ilyenkor, amikor valami kiesés van, akkor ez, mint mondtam, meg százszorozódik, tehát gondoljátok el, több százezer megkeresés érkezik, nagyon durva, és ezt úgy kezelni, tehát ugye egyenként ezt felülvizsgálni, mondjuk egy globális hibánál nem kell egyenként, de azért, mivel minden ügyel kimondottan foglalkoznak, tehát amikor valaki jelent valamit, bármit a Facebookon, azzal egyenként szépen foglalkozik valaki. Itt Magyarországon is van erre egy, hát nem testület, nem tudom pontosan nevezni, de nevezhetjük testületnek, aki dönt például egy-egy tiltás kapcsán, vagy egy-egy komolyabb, ha nehogy Isten olyan jellegű jelentés van annak kapcsán, hogy mi legyen a sorsa annak a felhasználónak. Úgyhogy nem olyan egyszerű ezt kezelni, ennyi felhasználót, ugye most már több mint 1,4 milliárd felhasználója van a Facebooknak, azért ez nagyon durva egyébként. Na, ebből a hibából csak annyit egyébként, hogy magyar idő szerint nem sokkal 9 óra után, tehát hétfői nap 29-én, de az kedden volt, bocsánat, 29-én, nem tegnap volt, csak tegnapi a hír, tehát 28-án volt a leállás, bocsánat, dátumokkal nem vagyok túlságosan tisztában, pláne amikor így nem otthon vagyok, egyáltalán nem követem azt, hogy hányadika van, de most nézek a telefonomra, vagy mi ez az órára, és 30-a van, tehát akkor azt jelenti, hogy tegnap volt 29, a hír 29-i, tehát magyarul hétfő volt, jó, visszaszámoltam szépen, tehát nem sokkal 9 óra után történt, az oldal hol egyáltalán nem töltődött be, hol pedig egy hiba lapra dobott, másszor pedig behozott egy pár felületi elemet, csak hogy utána megint teljesen összeomoljon. A leállás globális volt, igaz, az Egyesült Államok területén mindösszesen 40 percig tartott a teljes sötétség, a világ többi részén viszont annál tovább. Nem csak a weboldallal volt egyébként baj, hanem a mobil alkalmazás sem működött, sem pedig a szolgáltatások, illetve semmi más, tehát például az Instagram sem, tehát az összes olyan egyéb szolgáltatás, és ami a Facebook alá tartozik, azok sem működtek.
rádiócsenddel riogattak, amikor ilyen történik, a felhasználók többsége azonnal más forrásból vár hivatalos reakciókat. Ez legtöbbször a Twitter, amelynek ugye van hivatalos Facebook fiók, tehát a Twitteren van egy hivatalos Facebook fiók, és a Facebook is szokott kommunikálni Facebookkal kapcsolatos dolgokat. A legutóbbi múlt csütörtöki, tehát az előző hét csütörtöki leállás idején a portál munkatársai azonnal jelezték az aggódók felé, hogy nem kell pánikba esni, tudnak a hibáról és dolgoznak rajta. Most azonban semmilyen információt nem közöltek, tehát a világ tanácstalanul állt az utóbbi idők egyik legnagyobb Facebook leállás előtt. Másfél óra európai szünet után a portál egyszer csak visszatért, és azóta is rendesen működik. Hát vannak ilyen dolgok, gyerekek, nem kell rögtön a falnak szaladni. Jó? Egyébként a leállás az oldal felületét is vezérlő kódjának meghibásodása okozta. Ezt úgy hívják, hogy gráf. Ugye? Máshol is lehetett már ilyen a kifejezéssel találkozni, de itt is úgynevezett ilyen gráfok vezérlik ezt. Ez egy alrendszernek felel meg, amely többek között a Facebookon, valamint hozzá tartozó egyéb szolgáltatásokon megosztott tartalmak, mint például fényképek, videók, kifek, akármi megjelenését, úgynevezett gráfokba rendezését ezeknek a megjelenését, vagyis gráfokba rendezését szolgálja. Roppant fontos elemről elmondható egyébként, hogy a Facebook motorjáról van szó, amely közvetlen összeköttetésben áll másfél milliárd felhasználó információt tároló weblapadatbázisával. Magyarán, ha ez a gráf leáll, akkor minden leáll. Tehát ez történt valószínűleg hétfőn is. Kis csavar a sztoriban, hogy a hibát tulajdonképpen a leállás pillanatában meg is magyarázta a Facebook egy szoftvermérnöke. Tőle lehet tudni, hogy mi is áll a háttérben. Volt tehát hivatalos állásfoglalás, csak éppen nem jutott el a felhasználókhoz. Ez a lényege. Na jó, viszont eddig tartott ma a restart, hogy nézzünk rá, tekintettem itt az órára, nem csak a dátumra, de az órára is. És azt látom, hogy a műsoridőnk le is járt. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket. Holnap tehát nem tudok restartot sem, úgyhogy nem lesz restart, viszont pénteken restart extrával várlak majd benneteket, úgyhogy találkozunk akkor. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további kellemes tévézést, szavaztok!